Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt, láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felújjongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezt a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.